Sziasztok, itt újra ezt után. Évadzáról elérkezett, és már szilveszter napja van, amikor is újra tartok egy összefoglalót. Ebből bizonyítja azt, hogy körülbelül 600 videót csinálhattam ebben az évben. Hát az nem tudom, mennyi mondható rekordnak, de... De sajnos nézettség szempontjából rekordnak egyáltalán nem számít. Tehát... Évanyitótól kezdve az Ivan Kill the Camera 2-től kezdtem, mert megfogadtam, hogy ezt minden állam ki akarnám játszani. Tehát, de idén sajnos nem fog ez venni. Hát ez egy elég nehéz csata. Aztán... hát az 1500 darabos pázott kirakás előfordulhat, hogy ezt le fogom törölni. És... mert nem tudtam teljesen készen tenni, de hogyha találni egy ilyenfajta dalkákat, és meg, újra meg tudnám csinálni, akkor esetleg mi lenne egy 53. rész, de ha nem, akkor lehet, hogy törölni fogom mind a 52 részt, és csinálok egy újat. Mert most egy Impossible Puzzle-t csinálok éppen. Az hát a Star Wars, tudom, hogy akarnátok legosszá azt csinálni, nem tudom, hogy mikor érnék rá erre. Meg aztán nem. De szerencsére legalább ezt az egyemet csináltam. Aerotrack Simulator. Ezt mostanában csak a játék egyben csinálom. Assassin's Creed. Tehát... ne felejtsétek el, amit mondtam egyszer, hogy ha bevágok egy franchise-ban, mindig az elsőtől kezdem és az utolsóval fejezem be. Aztán FIFA-ztam is. De csak egyféle meccset találtam ki. A Hearthstone-t is szintén a játék egyvelegben szoktam játszani. Vagy ahogy a League of Legends-et is. Igen, a The Walking Dead. Azt is már befejeztem. Elég durva volt, az biztos. Menjünk a nehogy menedékedbe, hogy mitől hogyan döntöttem. Nézd, mit itt a... Ez ezt hallgassátok. Milyen szaros pofája van! Mi van pofája? Ilyet mondani elnék, hogy kegyetlen gyilkos. Szálló. De ezt nagyon megkeserüli. Szóval... miért kattintottam ide? Hát el is árulom. Hát... igaz, hogy lefordíthattam volna, hogy milyen, miért volt olyan szaros pofája. Mert meg akarja fogni azt a fogót, hogy eltörje a koponyát, aztán... aztán a szemét, aztán a misónét, aztán a gyerekekét. És betöri még az ablakba és a fejében. Na, emiatt volt olyan szaros pofárja. És mit tettem akkor ez esetben? Ez a tiéd! Szétöm az ujjat! Hát ezt meg is érdemeltem, mert aki ilyen szaros pofája van, ott nem érdemes kegyelmezni. És ez jobban tetszett nekem. Aztán... az anyádat! Miért ment vissza? Jaj, ne 30-as, hanem 50-esre, idióta! Igen, ebben az évben teljesen végigvittem a The Walking Dead szériát. Mindenféle döntés, amit jól átgondoltam még mielőtt belevágtam volna.
Úgy akartam csinálni, tökéletes legyen. De bizonyos dolgok igaz, hogy nem számítottak jónak, de az lényegtelen, mert mindenképpen meghalt volna. Azt mondom valaki. Tehát az lényegtelen, hogy jól döntöttem-e vagy rosszul. Gyerünk már. Meg az ott adtuk abba? Na, mutasd magad! Igen! Foci! Ez volt a páros dáma kucsata. Dead Rising 2 az off the record, amit azért döntöttem úgy, hogy angolul fogom végig kommentálni, mert már a Dead Rising 2-t végigcsináltam. Miért döntöttem úgy, hogy bámulok egy banánt? Mert Marky Bly is ezt csinálta. 5 percen át bámult egy banánt, és mindenféle hülyeséget mondott. Az agya meg tetszett, hogy én is kipróbáltam. Ilyen, a Jürgen Rage mód. Hát azzal még nem hallottam valami sokat. Otatottunk. Igen, a Dungeon Siege-ben már végre belevágtam, és nehézzel halál nélkül játszottam ki. Igaz, hogy nem írtam be, mert folyton mentettem. Nehezen tudtátok volna, hogy csak egyszerűen beírom. Flanders Skeleton csata. Ezt érdemes lett volna megnézni, egy tisvéci fogással talán is nagyon brutálan. Ez átlagos nem tudja legyőzni azt a csajt. És nem véletlenül tettem fel a Best of-ra. Igen, ez az egyetlen szlovák nyelvű végigjátszás, mert ez csak szlovák nyelvű van, és ez de... ilyen játék nincs a világ körül, csak Szlovákiában. Pinocchio úr detektív, még szép, hogy ezen nevet. Szép, hogy kinevettem Mr. Pinocchio, mert hosszú volt az orra. A maszkos ügyész lekávézott, hát... tudom, hogy nem kell tudom meglepődni azon, hogy lekávéz. Nézd, de hát egy ügyész, ez aljas. Igen, az forma 1. Megfogadtam, hogy belevágok ebbe, és hogy miért 58 kör, miért pont annyi kör van, mint egy forma 1-es pilota lefut. Hát úgy uncsi lett volna, ha csak 3 kört csinálok. Volt lehetőségem 3 körre, de az tök unalmas lenne. Akkor miért nem lenne végigjátszani? És hol van akkor az izgalom? Játék egyveleg. Na, idéntől döntöttem úgy, hogy belevágok játék egyvelegbe, hogy ami... Végre nincs időm után játszani, egybe játszom, úgy mindig 6 órán át, és legalább 10 játékot. De ha nem jön össze a 10 játék, akkor legalább 6 óra meg legyen. Azért az ott muszáj volt beírnom, mert és nem igazán tudtok rólam semmit is, nem igazán értitek meg a szándékaimat. És egy rohadék kritizáló viszont patkod, hogy milyen szar vagyok, pedig ő a szar, azzal, hogy sértegek. Igen, ez a New Frontiers része. Volt benne egy szám, amit nagyon utáltam, és ez egy ellenség, aki így sokszoros gyilkos. A törvény felette. Na, ez az a videó, ami 5. helyet foglalja el a top 10-ben. Miért? És miért döntöttem úgy, hogy jöjjön? És itt? Ezért. Ezért, mert ilyen brutálisan végeztünk ki. Nem sajnáltam. Bácsit annyira gyűlöltem, mert egy... Miért? Mert megölt egy kislányt, megölt egy Francine-t, és egy egész vásnító kis zombikkal. Ezzel annyira gonosz lett, mint Hitler. És ezért rettentően gyűlölni való. Nem sajnálom, hogy úgy döntöttem.
Flappy Bird, az igaz, hogy nem lehet megnyerni, csak rekordot lehet csinálni. Állom a kihívása, még értemben nem ettem egy 8 szalmát, ez volt az első alkalom. A második játék egy veleg. Igen, ez mindig hogy, úgy terveztem az egészet, hogy másfél órára legalább kijön, vagy legalábbis egy jó 30 perc alatt. A futókiás, hát ebben nem tudtam elég tökéletes videót csinálni, mert elég szar volt akkor a kamerám. És nem tudtam rendesen fogni, mert folyton lihegtem. Nem, hogy miért, azt mindjárt megmutatom. Hát ezért. Én akartam jól fogni, de sajnos annyira riektem, hogy nehezen tudtam. Na, semmit tehát, hogy megbeszélj. Igen, a paratest, hát igen, ez volt a második, mert az elsőt azt 2018-ban néztem. Aztán játék egy beleg, még kettő van itt. Igen, ez a The Final Season. Ja igen, a New Frontier-nél az a része az, ugye az akasztófáról. Itt azt hozott jó döntést, aki úgy csinálta meg az egészet, hogy Javier két edményt sem meg, és hogy Clementine pedig gépet. Úgyhogy ez tökéletes döntés volt. Aki úgy döntött, az jól csinálta az egészet. Még életben hagyta Conradot. És Paul-t is. Tehát mindig úgy terveltem ki, hogy a döntés egy játékát játszom, akkor úgy csináljam, hogy tökéletes legyen. Lehetetlen kvíz, amit 6 perc, 25 másodperc alatt csináltam meg. És milyen fajta sebessége? Hát az úgy lett volna, csak ezután. Mert te... Mert ő túl sok szóval, akkor ezt fogom játszani. Csak egy... Ilyen gyorsan. Hát volt gyorsabb is, de azt lehetetlen megdönteni, mert... Egyszerűen az én odam az nem működik. Ez bizony sebesség. Jaj, tényleg. Majdnem elfelejtettem. A Henry Stickmin végjátszások, amiket, ami azt illeti, azokat törlöm, ugyanis már van a The Henry Stickmin Collection rész, az jobb, mint az előző, úgyhogy ez most törlöm is. Mint ahogy ezt is, mert már van egy jobb verziója ennek. Azt fogom majd végigcsinálni még a jövő évben. Igen, az Esti Duma kivégzés. Hát ezt is Maki barátot találtam meg. Gondolom, én is kipróbálom. Mert aztán itt van számítógéptörés. Így hányféle módon lehet. A krumpli kihívás. Amikor kicsiráztattam a krumplit. Hát munka volt, hát akkor miért, úgy gondoltam, miért ne lehetne munkábos videót csinálni. Kúsoljál már rész. Hát miért adtam ilyen címet? Mert volt egy öreg idióta, aki folyton ugyanazt a szót ismételgette, és már annyiszor mondta, hogy már az agyamra ment. Már nem bírtam tovább hallgatni, inkább elhallgattatom. Persze nem tudom, hogy az hol van most.
fucker! James az újba! Hát igen. Na mindegy, nem érdekes. Az ugyanaz az ismételés, hát nagyon-nagyon ment. A művetségi tesztemek azért próbáltam ki át, ha akkor is dőhet a nézettség, hogyha teszteket csinálok. Igen, a majd objectionból azért, mert kiáltottam, hogy objection, ez nagyon ritka dolog egy videójáték kommentátornál, hogy ilyet mondjon, főleg, hogy egy fényszart végigjátszása, hát azt nem is tudták volna megtalálni, mint több ilyen magyarok, csak inkább angolok meg a japánok. Igen, magyar nagy díj. Ez az a rész, ami a kedvencem, és amit minden áll meg akartam nyerni, mert ez egy magyarok számára egy hazai pálya. Az EQ-teszt, az érzelmi intelligencia teszt. Igen, és az volt a tervemben, hogy Assassin's Creed minden egyes részét 100%-osítsam. Tök uncsi lenne, hogy csak egyszerűen kijátszanám, mint a The VR. Meg aztán művetségi teszt, igen. Chisaki, 500 Chisaki. Azért, mert 500 életből megcsináltam. Beszédet ajánlották már, és megcsináltam. Arcmaszkot, tehát hogy mit viseltem, mert ez a koronavírus kezdetén döntöttem úgy, hogy egy videó megy, amiben arcmaszkot viselek. Bocsit, a rossz hang miatt elfelejtettem beállítani rendesen. Várj, csak a beállítás. Igen, ez jó van. Igen, itt van, hogy majdnem kész. Hát emiatt sajnos lehet, hogy úgy döntök, hogy törni fogom mind az 52-t, és csinálok egy másikat. És Szigapur, ez egyetlen villanyfényes része. Ez is a kedvenceink közé tartozott. Egy 53 perc volt megcsinálni. Igen, de már sokan álltak a Dark Souls-t is, hát bele is vágtam, és miért döntöttem úgy, hogy a Pyromaniacot választom? Mert egyes szintű. Nem azért, mert... nem azért, nem a varázslat miatt. A Pikihoz is megfogadtam, hogy munkából csinálok valamennyi videót. Na, de a szomorú, hogy csak 1111 nézett csinálni, többnek kéne lennie. Legalább 10 000. Igen, ez a harmadik helyet foglalja el. És nagyon szomorít egy ekkora nézettség, mert ezt jobban tettétek valami, nézitek, mert halál nélkül nyertem meg is. És elég szörnyű is volt végigjátszani. Mert olyan nehéz volt nekem is. Miért döntöttem 100%-osítva? Mert úgysi lenne. Tényleg te. Igen! Várjál, itt jól. Mindjárt ott vagyunk! Yes! 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 Ah, igen! Legalább, bazd meg! Úgy bizony. Aki idáig eljutott, az már meg is fogja nyerni az Outlast 2-t. Azért toboltam ilyenkor. Nem akkor, amikor még... nem jött a kredit. És miért nevezik horror éjszakának? Mert sötét van itt is. Azért ototom le a villanyt, mert hogy horror éjszakának legyen nevezhető. Én játék maradtam, ez volt a leghosszabb, ez a 7 órás. Beállítottam Nightmare módba és Hardcore-ra. Az úgy lett volna, csak egyszerűen story módban megcsinálom, bette. Hát, hogyha belevárnék úgy, akkor még egyszer ki kéne játszom.
Facebook szagály, meg itt csak szagály vígjátszások vannak, amiket feltettem. Sűkrumpli kihívás. Ez volt az utolsó nagy díj. Utolsó LT, ez volt az utolsó. Hát nem sokat törődtem a League of Legends-el, az azért, mert egyfújtában dolgoznom kell, és mert túl sok játék van, nem próbáltam ki. Hát ez Battlefield, még nem sokat foglalkoztam már az elején sem, mert hát sajnos az Undetected azokkal, mert próbálkoztam már megcsinálni azt, de folyton kudarcot vallottam, és ez késletette. Az egészet. Anto Stories of Lost Predators. Ilyet a VR-tól biztosan nem várhattatok volna. Mert nem tölt le DLC-ket. És megfogadtam, hogy semmilyen játékot nem akarni kipróbálni DLC nélkül. Ja igen, back your boss. Itt az van, hogyha az volt akkor, hogy hányféleképpen lehetne megölni a főnököt. De külön részt is csináltam ezekből a szagán végigjátszásból, tudjak velük haladni. Igen, itt már beszélgettem valakikkel. Talán tudnám mutatni, talán nem. Hogy nem csak az én hangomat lehet akkor... Sziasztok! Hát, hogy hol van, azt nem tudom. Itt a semmiből, és ketten is! Viszont a figyelmeket se tudják elterelni. Ami nem jön. Jaj, nem át! A semmiből előjöttél! Hát nem tudom, hol van az a rész. Vagy biztos itt van. 120. Ah, még itt sincs. Vagy várj csak! 4. 137. Ennyi hőse. Csak közéharciak, de nem... Jó sok hős van. Igen, ez volt az. Ez közéharciban nem igazán... Könnyű a küldetés. Jó. Ennyit. Igen, de Need for Speed. Hát megfogadtam, hogy minden részről Goldot és Cubist is megcsinálok, mert... Ha nem úgy tenném, az már tök uncs lenne. Diverse Rage 666 halál, a Camilla 2 Science Vantage-esben a Stage 3.6-os. Tehát nem csoda, hogy nehéz. A Call of Duty már többször is ajánlották, hát annyira válkoztak vele, hogy már is meguntam. Hát soha kell gondolkoznom, hogyan játszom ki, hát ezt úgy döntöttem, hogy regularban játszom ki, de ne kelljen válkoznia. Dark Souls-ban panaszkodta egy rohadék, egyfolytában kritizált, hogy nem tudom megcsinálni. De aztán egyfolytában sértégetett, losernek is nevezette, hát... De amikor gonosznak nevezett, átlépte a határt, és ezért úgy döntöttem, hogy elrejtem őt a csatornáról, büntetésből. És mindenkivel ezt fogom tenni, aki nagyon gonosz sértést vág a fejemhez, amit nem érdemeltem meg. Tehát úgy vigyáztok, de olyanokat is, akik folyton csajokról írnak oldalokat, amiket én leszarok. Hát igen, itt válkoztam sokáig a Fog of War-nál, mert az Undetected küldetés nem igazán ment elég jól. És mert sokáig nem foglalkoztam vele. De már idén befejeztem már két részt, úgyhogy már fogok tudni most már haladni. És lehet, hogy már
A holnapi napon már belevágok a Battlefield 1-be, az Avanti Savilla küldetésbe. Igen, de ronda sárkány. És miért hittem ronda sárkánynak? Ez a sárkány extrém ronda! Világ legrondabb sárkánya ever! Ezért! Ne látjátok milyen kurva csúnya! Költve hiszem, hogy lenne még ennél is rondabb sárkány valaha is. A Phoenix Fatrans and Tribulations-ből van a legtöbb a top 10-ben, azért, hogy egyik a nevetés, a kávéhívás, az várjunk csak. Ez egyik breakdown. Egy gomba brutál, mint egy boss. Hát mert egy-két üdésből kinyír. Ötvenkilenc. Hol van a 60-ból? Ja igen, itt van. Mind a 60-ból 60-at megcsináltam. Csak egy maratoni rész volt, meg egy... Mert a Cup Distinction az utolsó. A farkas rész, hát sokáig tartott kinyírni. Nehéz volt rájönnöm a gyenge pontjára annak a rohadék farkasnak, mert olyan brutál ütött. Meg a szakadékok is nagyon... Azokat is nagyon utáltam. Az öreg volt, az viszont kurva vicces volt. Naj, bassza meg, mi mindig itt van! Na, most nem tudok visszatérni erre. Azok a hülye szerzői követelések, miért nem tudják abba hagyni? Ja igen, és miért vágtam bele megint az Outlast-ba? Hogy megszerezhessem az Energizer V-bant, ami igaz, hogy nem volt látható a PC-n, de más fajta verzióban igen. Tudtam ezzel felére a legjobbak szintjével, hogyha azt meg tudnám csinálni. Svehandertől azt javasolták, ezért be is vágtam. Meg aztán a Pokémon God. Miért a God mert ütöttem? Egyrészt, mert az egyik Pokémon 70 szintes volt. Ami a Kristálban nem volt esélyes. De szólnom kell előre, hogy a Kristál ki fogom próbálni. Egy újabb kihívás miatt, a Balu Tower miatt. De amikor kipróbálom a Kristált, akkor már nem Red lesz a legerősebb, hanem a Balu Tower 100 szintes ellenfelei. Kristilla és Gwindolin. Nem volt kötelezőket kinyírni, de megfogadtam, hogy mind a 26 boss legyőzöm. Nincs lenne, hogyha nem tenném. Most nézd már, nagyon kemények voltam még az NG Plus-ban is. Mindig a tüze. Még nem fejezte be teljesen Givab 2-t, azért is vágtam ebbe bele. Hát a legkényi család az érdemes egyáltalán néznetek, mert átlagos ilyet nem tud megcsinálni, főleg az olyan a leghíresebb videójáti kommentátorok. Például a Soulgrind nem tudnák legyőzni, mert ez nagyon profi játékosnak kell lenni. De olyan profinak, hogy még az Ivan the Guide is meg tud nyerni. Igen, ez a Trials and Tribulations legrosszabb része. Igen, a Crash Bandicoot-ba is megfogadtam, hogy belevágok. Ez is a kedvencem még közé tartozott. Főleg, mert évekkel ezelőtt még a Maxirában is volt ilyen, ez egy szlovák csatornán, a Markizán volt.
Akizán láttam, csak azt nem tudtam a címét egészen addig, amíg rá nem jöttem. És nem is volt nehéz megcsinálni ezt One Credit Clear-rel. Csak állandóan újra kell kezdeni, és már könnyű az egész. Mert itt rengeteg életet lehet szerezni, mert annyi dobozt csináltak, ezért volt olyan könnyű megcsinálni. Aztán, igen, és a platinumokat is meg akartam szerezni, de ez nem volt könnyű, mert folyton lassult a gép. És amit itt láthatjátok, hát én megmondtam annak a kritizálnak, hogy meg tudom csinálni, de nem akarta elhinni. És itt volt a bizonyítékra, hogy meg tudom csinálni. És egy többen bizony csak egy NG Plus-szal is legyőztem, Manuszt is, meg Gwent is. És a többit is meg tudom csinálni, mert tudom a Dark Souls-nak a gyenge pontját. És mi a gyenge pontja? A színnövelés, meg az, hogy megtalálni a legerősebb fegyvert. Miért csináltam ezt a születésnapos dolgot? A nézettség növelés érdekében. Hát a Jump King-et is javasolták nekem. És... valaki nem hiszi azt, hogy ez egy speedrunnak számít, pedig sajnos téved. Mert ez egy lightning speed achievement, hogy villám gyorsaság. Tehát aki 15 perc alatt meg tudja csinálni, az végrehajt speedrunt, még akkor is, hogyha leesik. És nekem szerencsém volt, elsőre sikerült 15 perc alatt megcsinálni, és ez nekem rekord. Sziasztok, itt Durvász! Tadé... Szép és 29. Né. Igen, ott tüzeljátékoznak is. Sikerült! Igen, 8 másodpercem volt az egész. Talán még lehet. Itt a bizonyíték, hogy megvett 15 perc alatt. De nem hiszem. Tükör kihívás. Mert már régen nem tartottam kihívást, tehát gondoltam, hogy kipróbálom. Hogy milyen tükörből olvasni. Toltágos kihívás. Már régen nem csináltam, hát... nem mondjátok azt, hogy nem csinálok kihívásokat. Hát nem várjátok azt olyan, hogy minden nap csinálok, mert annyi ötletem nincsen, csak játékban. Gádosszágot azt javasolták, azért vártam bele. Fujiwara Nobuko, ezt is kellett volna nézzetek be, itt is 10 spéci fogással támadtak. Hát az extra pályák az erősek harccal. Itt is nagyon brutálon támadtak. Főleg Fujiwara. Sziasztok, hogy ezek azért nem értek tartom, mert hitboxok kell eltalálni itt ezt a pontocskát. Nézzétek, hogy foglaltam ezt el. Na ez a spellcarbos, vagy elfoglaltam. Na ez is olyan brutális. És ettől is félek. Na ezért.
Ez volt a legfélelmetesebb. Ez képtelenség egyszerre elfoglalni. Emiatt a támadás miatt. Én tudom, nagyon könnyen beszél. Még több platinum. A Cuphead-be is belevágtam egy két tétek. Hát az Ival Tét Zámesén meg az Ival Kirikán 2-ben nem igazán tudtam foglalkozni, mert folyton gyakorlom kell rá. Igen, az Atari's Chronicles. Hát nem álljatok tőlem pan... Ne paszkodjatok azért, mert így csináltam meg. Sajnos nem tudom jobban megcsinálni ezt. Ezt ennél jobbképpen nem tudok csinálni, mert a Desmond sajnos ilyen. Sajnos ilyenre csinálták. Itt van a fejjel lefelé olvasás. Ha csak egyszerűen olvastam volna, az tök uncsi lenne. Azért csináltam úgy. Hát a Call of Duty-ban az Unity Offense-et eléggé utáltam. Mert az aljas, amit a németek tettek. Felháborító, hogy sokan voltak. Ez nem csak, hogy nem volt fair. Ennyit respawnolni. Az aljas. Az oszút is javasoltátok. Hát ebben nem tudom, mikor tudok újra folytatni. Aztán itt van jelírás, kihívás. Nem értem, hogy ezt miért nem akarjátok megnézni. Pedig nézzétek, hogy nézzétek a jelekből. Japánul végig csináltam. Nem értettem el, és mégis meg tudtam csinálni. Mert erre is kidolgoztam stratégiát. Igen, de a Dead Rising 4-ben az első rész a legfrusztráltabb, mert a zombik nagyon sokan vannak. És nagyon brutál tudnak, úgy 150 HP-t vesznek le tőlem. Gekko szemét! Nem áh! Két órán tartott egy a nulladik ügyet megcsinálni. Tudtam előre, hogyha meg tudom azt csinálni, akkor a többi rész már könnyű lesz. Nem áh! Többen fogom bejönni, mert nem haltál meg. Nem volt azért volt így, mert nem volt fegyverem. A közelharci fegyverek itt még alig sebzik őket. Ha lett volna itt... nem már! Egy kézi puskám már könnyebb dolgom lett volna velük. Nem igaz, csak fejen kell lőni, és akkor megvan. Folyton ki kell dodzsolni őket, mert még kút is kellett itt használni. Baszki már, ne csináld ezt! Látjátok? Hát nem lehet igaz, ilyen nincs. Látjátok, kérdődés más már kinyugodtál. Ez még pár zombitól sajjas. Hát és hiába nőtt a szintem. Igen. Hát az a sétés, amit a mániakusoknál követette, az elég vicces volt. A túl végjátszásokból néhány dolog visszatud térni, hogyha sikerül győzni. Ezt már igen nem játszottam, ezt itt vágtam bele. Kéz nélküli kihívás, vagyis hogy... hát ebben igazatok volt, hogy... ugye valamit szofózni kellett volna, de nem gondolkodtam. Hmm.
mert fogadtam az ötödik epizódot, minél hamarabb ki akarom csinálni, mert ilyenkor már szeptember volt is. Már minél hamarabb best-of-ot akartam ezekből csinálni. És ezt muszáj lett volna megnéznetek. Nem vetettem fel Facebookra, muszáj volt. Az ítéletet. És miért? A váltó szemben. Különlegességet ebben a végigjátszak, majd érdemesítettek, megnéznetek. Ezért. Már betettem a top 10-be is. És jól nézzétek meg. De hiába beszélek nektek, még akkor se figyeltek. Ez kávé. Ez a legritkább dolog, hogy láthatok kávét inni. Maximum csak köszöntőből inni kávét. Akkor megiszom ezt a kávét. Mivel legyőztem ezzel, érdem egy köszöntő még pedig, de nem piába, hanem kávét. Mert ő, Instagram is kávét fog inni, amikor majd nekedek kapni. És mivel már boldog legyőztem, köszöntőre azt lehet, hogy mondani, egészségükre. És arra is számoljatok, hogy a harmadik évadban beteszem a best of-ba. És ezt a negyedik helyt foglalja el. Azért, mert kávét ittam. Igen. Na pontosan ezért kellett volna megnéznetek. De hiába beszélek nektek láthatóan. Ilyetlen nem láttátok más videójáték kommentátortól, csak tőlem. Aztán angol vicc. Hát szomorú ez a nézettsége. Láthatóan az angolok még kutyába sem vesznek, hát angoloknak is akartam ezt megmutatni, hogy nézzék végig, de úgy tűnik, mint nem igazán sikerül. Tudok, mint csoki falatok. Hát azt is betettem a best of-ba, mert vicces. Sőt, hogy mit kéne viszni. Igen, a Minecraft, azt már igen javasoltátok, hogy játszom. Hát megfogadtam, de valahogy nehéz tapasztalatot ebből szerezni. Mert sajnos nem adnak feladatot itten. Hát tudom, hogy crafting table-t kell használni. De megesküszöm, hogy minél hamarabb lesz még egy Minecraft. Igen, én csináltam meg a legnehezebb platinum végjátszást. Hát meg is mutatom, hogy melyik az. Sikerült! Igen! Hát, hogy nagyon gyors. Látszik, hogy gyorsnak kellett itt lennem. Egy folytámas szopatott. Ez nagyszerű volt. Még százszoros próbálkoznom kell. Több száz. Folyton az idegeimmel szórakozok. De most, hogy ez sikerült, nem kell többet csinálnom. Még a best of-ba is betettem. Hát még itt a sebesség is számított. Egyetlen hibás, a platinum úszott. Ha jó, lassabban csináltam volna. Akkor csak arany szedtem volna, de az úgysi játszás lett volna.
Na ez volt, ez is idegesítő rész volt, mert itt nagyon könnyen leesek. Sikerült! Ne jegy meg! Na itt még több sebesség volt. Na így kell csinálni. De nézze még hátra van. Nem szabad meg elcsúszni. Hát ez minden, ezt össze fogom minden hamarabb be kell fejeznem, de meg nézitek végig. Kibasznom veled, csinálj ezzel. Kis kirít. Nézés, gormárát. Ne, ne gyere be, ne gyere be, ne innen! Sikerült! Igen! Mester vagyok! Ostobák, nem adj napi! Mester! Na, és akkor csak egyetlen szót tudtam volna erre mondani, hogy pro! Értitek, ugye? Francba, hogy bold most diszkóznak! Na, én... Miért nem tudtak ezek nem megjönni? Jaj, hát akkor most nem tudok sok mindent tenni, hát... Hát a beállítások alapján még talán meg lehetne csinálni, hogyha szerencsém van. Hülye zene. Várj, csak hagytam abba. Na, ide, hol van már? Pusztítás és rongon. Hát igen, a gézer ellen csaptam, azt is meg kellett volna nézzetek. Hát nagyon durva voltam. Á, de mindegy is, nem ő. Egyenék, hát ezt nem is kellett volna felraknom, de inkább megtartottam, mert ez így egy beszédem miatt. Meg aztán... Például az innégy, hát mindegy, hamarabb meg akartam csinálni, azért foglalkoztam vele legtöbbet. Hát a Crash Bandicoot 2-ben egyétek azt, hogy még bevégeztem, mert még nem végeztem. Ezt muszáj lett volna megnéznetek, mert... Mert ezek a legnehezebbek, amiket hogyha megnyertek, legendás játékossá válhattok. Mutatom is a példákat. Az egyik az ez. Na ez, már itt tartok körülbelül az Ivan Kilkámia 2-ben, ennél a résznél. Meg aztán ez a világ egyik legnehezebb rage game-je. Iszonyúan kegyetlen, ne higgyétek, hogy könnyű, semmi könnyű nincs benne. Nem véletlenítom ide, hogy komolyan. Meg aztán is ez egy durva avoidance. Itt ez a Miku hát... Világ lenne ez Damaku csatája. Talán. Pedig lehetetlen csalás nélkül megnyerni.
Nézzétek, milyen brutális! Még aztán az itt van az I Wanna Go to the Dark Kid. I Wanna Be the Destination. A Soulless. 12 percet kell túlélni, mindenki aljas. És most... Csinálok ki? Gyakorlatilag. Ez pedig az I Wanna Make It Breaking Out. Meg aztán... Nyelni... Frank az Evil Zombie. Igen, a Frank Rising. De Dazinék csak azt csinálta meg, aki a Frank Risingot is megnyerte. Na azt is lehet volna érdemes megnézni, hogy hogyan csináltam végre ezt a Damaku csatát halál nélkül, mert ez az egyetlen, amit halál nélkül sikerült összehoznom. Méghozzá... ...mehetően. Na foglald el! Igen, azzal foglalt, hogy ezt el tudjam-e foglalni. Mindenfelé foglaltunk kellett az ujjaimat, mint így. Ez könnyű elfoglalni. Kőben így mozog. Aztán... Az orbefogást az viccből találtam ki, mert nem igazán akarnak nézni. Meg a szuvákolai csatám, azt is meg kellett volna nézni, de az is ugyanúgy 10 spéci fogás. Amíg itt túl kell élnem. És... De ahogy... Ezt kellett túlélni. Már egyre rosszabb. Nem szabad ettől megijedni. Ha ettől megijedsz, akkor nem tudod legyőzni. Jobban sebzett volna, hogyha ötös erőn lenne. Már egy kicsike maradt hátra! Jaj, ne! Gyorsan, vedd le az erejét! Most! Győzz le! Igen! Pontosan így. Most egy kicsit le kell vennem a hangerőt. Oké. Aztán itt van ez a szemkötő kihívás, amikor lapoztam. Azért váltam ezt be, mert tudtam, hogy sikerül egy 1000 oldalas könyvet végig lapoznom, anélkül, hogy látnék bármit is. Nem kell ezt megmutatnom, mert úgyis láttátok. Hát ebből nem igazán van videó, ebből a Breedből. Hát gondoltam, akkor én is csinálok egy ilyet, hogy Breed végigjátszás. Hát ez nagyon szobat... Az Exos Drooper-es része az nagyon idegesítő volt, mert szar volt a fegyverem. Azért kihaváltam annyit. Meg aztán... Mi maradt még? Már csak 100 videót kéne végignézni.
Hát ez nem érdekes, lényegtelen, de bla 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 bla. Hát ezt igen, csukott szemmel ettem. Ez aztán van, végre volt egy golfozás, de volt benne vicces is, az a babos zombi. Ezt kessetek betörők, azért adtam ilyen címet, mert itt a betörőket kell kinyírni. Meg a Badlands is megcsináltam, tehát ez ami PSP-ről lehet csak megcsinálni, tehát ahogy mondtam azt az Assassin's Creed-ben, hogy még a spin-offokat is ki akarnám játszani. Meg a macska simogatás, azt is érdemes nézni, de ez a nézettség egyszerűen szomorú, többiek kellett volna, hogy lássák. Meg itt van egy macskos lefogyás, azt is betettem a best of-ba. Hát igen, itt van egy Wodenst, amit méghozzá ez a Mikus boss fight. Ezt most nem mutatom meg rendesen, mert akkor megint hallható lenne a zene, és akkor még ez is nem fogadható el bevételre. Az első Mikus boss fightom. Na, ilyenkor vágtam be végre a Robogodó Maraton, és érthetnétek, hogy miért nem még késletekedtem ennyire a Battlefield 1-jel. De most, ha sikerült, már végre haladok vele. Meg aztán itt van, Muori Uberto. Tudjátok, mit jelent a Muori? Azt, hogy dögölj meg. Hát szívesen írtam volna ki, úgyhogy dögölj meg, Uberto. Mert rettentesen gyűlöltem, ahogy itt is írtam, ugye legyűlölte gonster ez a faszopó. Miért? Azt... Itt az egy... az valahol... még mi itt vagyok? Én! Ezio! Ezio Adito! Emiatt a rész miatt. Have you any evidence to counter this charge? Yes, the documents that were delivered to you last night. I'm afraid I know nothing of these documents. Kurva hazug! Igen, egy kurva hazug. Ez emiatt nagyon gyűlöltem. Volt pofáj hazudni. És emiatt a rohadék miatt, aki mehet. Any compelling evidence to the contrary, I am bound to pronounce you guilty. Bazold meg! Milyen szaros pofája van ennek a faszopó gyűlölni való kurva embernek? Gyűlölek! Igen, egy áruló. Köszönj meg! We will! Father! Micsoda szaros pofája van? Megölnek azért, amit tettél! Még szép, hogy kiabálok emiatt. Egy ilyen rohadékok, akinek így többször is gyilkosan kölnek a családjáit, azért én nagyon gonoszan beszél. A kurva anyádat! Nem érdemelnek, hogy élj! Köszönöm. Grácia tanácsi. Na várj csak, ki visszajött még? És amikor visszajött, fokaltatlak! És hogyan végezte ki akkor azt a faszopót? Mori Roberto! You! Hát így. Nesze! Nesze! Nagyon élvettem ezt a részt. Azóta, és amióta kinyírtam, azóta már jobb játszani. Nagyon gyűlölő való ember volt, még Rodigoát gyűlöltem. Igen, de ez nem mentség a gyilkosságodra. Meg aztán... nézzük... akarta így lopakodni, aztán... Na ezt is utált ezt a részt, hogy kiírta Lorenzo testvérét. Hát jobban még sem mutatom, hát úgyis benne van a best of-ban. Meg aztán eltöltem a deszkát, mert tudtam, hogy sikerülni fog, de viszont szinte nem felel meg Leo Havardéval. Requiescat.
Pacsi... Igen, az államország már régen nem Nintendoztam. A félem Robintusom, mert már igen nem volt indie horror, hát szerencsém volt, hogy 20 perc alatt meg tudtam csinálni, mert ez olyan borzalmas volt, hogy az nem igaz. És... Na, itt szerettem még egy esélyt a Fortnite-ban. Azt jobb, hogy inkább nem majd mondani. Jó van, 12. egyvelegés... Azt hiszem már ennyi. Ennyi elég lesz. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámba, és nyomjátok egy lájkot, és később folytatjuk, úgyhogy... Mára ennyi volt, úgyhogy boldog új évet is, a következőt már január 1-én mondom, úgyhogy ennyi volt, még egyszer boldog új évet.